Tisztelt látogatóim, nézőim, hallgatóim és barátaim, mint talán tudják, egy ellenfelem szokta rólam azt mondogatni, hogy narcisztikus paranoid pszichopata vagyok. No, akkor hadd legyen egy icipicit igaza most, hadd legyek egy picit narcisztikus, és engedtessék meg nekem, hogy most egy nagyon rövid ideig fényezzem önmagamat, mert hogy olyan eredményt sikerült elérnem, amelyet legalábbis eddigi utájárásaink szerint Magyarországon még senki nem ért el. Történetesen jogerősen elmarasztalták velem szemben a legmagasabb taláros testületet, az Alkotmánybíróságot. Ugye a fővárosi ítélő tábla jogerősen megállapította, miszerint az Alkotmánybíróság megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő személyiségi jogaimat. Ez ugye jól hangzik, mert azt az üzenetet hordozza magában, hogy kérem szépen itt Magyarországon jogállam van, és itt a legegyszerűbb kis állampolgárnak is lehetősége van pert nyerni, akár a legmagasabb szintű hatóságokkal szemben is. Megmondom azonban önöknek, hogy bár ez az ítélet most kvázi nagyon jól hangzik, főleg azért, mert mint mondom, egyedi eset, amire eddig még nem volt példa, viszont őszintén szólva nem volt olyan rettentő nehéz eset. Tehát ennél nekem sokkal nehezebb ügyeim is voltak. Hát legfeljebb fellebeznem kellett, mert ugye első fokon a fővárosi törvényszéken az élet habos oldala, dr. Borsodi Zoltán bíró úr járt el, és hát ugye a szokása szerint abból a sztereotípiából indult ki, hogy a hatóságnak az állampolgára szemben mindig igaza van. No, hát ezt a nézetét a másodfok, a fővárosi ítélőtábla nem osztotta, és bizony kimondták azt, hogy ebben az esetben nekem van igazam, és az Alkotmánybíróságot jogerősen elmarasztalták. Tisztelt barátaim, az ítéletet, a jogerős ítéletet a videó leírása alatt belinkelem, tehát önök letölthetik és megnézhetik. Azért van néhány szépséghibája, tehát például az, hogy a felróhatóságtól független szankciókon kívül ugye a sérelemdíj igényt azt már nem tartották meg alapozottnak, és sérelemdíjat nem alapítottak meg nekem. Ennek kapcsán pedig még valamilyen minimális összegű perköltséget még nekem kell fizetnem, ugye a jogaimat megsértő Alkotmánybíróság részére. Azt talán nem kell mondanom, hogy ezt azért én így ebbe a formában nem fogadom el, tehát felülvizsgálati eljárást kezdeményezek, kifejezetten ugye a sérelemdíj iránti igény tekintetében, hiszen azt már a kúria is több alkalommal kimondta, hát az ítélőtábláról meg nem is beszélve, csak persze egy másik tanács, hogy azokban az esetekben, amikor hatóságok, illetve állami szervek ugye sértik meg a magánember személyes adatok védelméhez fűződő jogát, vagy információs önrendelkezési jogát, ott olyanfajta frusztráció, illetve az adatkezelésbe vetett bizalom megrendülése alakul ki, ami mindenképpen sérelemdíj fizetését, sérelemdíj megítélését teszi indokoltá. Tehát én ezt megpróbálom a kúrián érvényesíteni, nem azért, mert hogy ez mit tudom mekkora összeg, hanem azért, mert elvi kérdés. Egy azonban bizonyos, hogy legalábbis a per főtárgya tekintetében, tehát a személyiségi jogsérelem tekintetében jogerős ítélet mondja már ki azt, hogy bizony az Alkotmánybíróság is tud jogsértést elkövetni, és ha ez megtörténik, akkor azt meg is lehet állapítani Magyarországon az egyszerű állampolgár javára is. Tisztelt barátaim, nézőim, hallgatóim és látogatóim, köszönöm, hogy meghallgattak.